Az életöröm tündére maga 8-as számmal indul. A felvidultság vagy a vigasság is ő hozzá tartozik. A vigasság, az életvidámság, az életöröm tündére. Nem meséltem el? Már délelőtt beszéltünk az életörömről, nem? Amikor megjelenik az életöröm tündére, akkor maga az elevenség, az élet elevensége jelenik meg, gránátalma színe, színű a vibráció, vagy a, mondjuk azt, hogy a ruhája, vagy a rokonyája. A gránátalma színű rokonya, amiből több ezernyi apró tűzijáték cikázik jobbra-balra. Feje körül lepke seregek. Szálla hajzata, és a szálló lebegő hajzatában, és körülötte lepke, színes lepke seregek. Az életöröm az mindig kíséri az újjászületés tündérét, amit megbeszéltünk. Mindig utána jön egyből. Ha azt már meg tudtuk hívni, akkor az életöröm tündére az érkezik. Mert az élet egyes, egyedül örömként akar élni, semmi másként. Vagy úgy akar megjelenni. Vagyis mit akar ezzel üdvenni a tündér, hogy csak az életörömmel párosul a boldogság és az egészség. Csak az életörömmel rendelkezők boldogok és egészségesek. Azt beszéli ez a tündér, hogy ő úgy látja, hogy az emberek a boldogság helyett végtelen variáns, vagy végtelen szálakból végtelen gombolyakokat fűznek maguk közé, maguk köré. Szétszedhetetlen bonyolult gubancokat szőnek. Annyira bonyolult, hogy már átláthatatlan. Az életöröm tündére mosolyra fakasztaná az arcokat, ha belül nem tartanánk jól meghúzva ezeket a csomókat. Ha az életöröm tündére megjelenik az újjászületés tündére után mindjárt, többnyire már ott sántánkedik mögötte a felszabadultság tündére is. Könnyen van ilyen, hogy megjelenik. Egyszer beszéltem valamelyik előadáson amikor a fa üzenetét először elmondtam, a fa egy az egybe megjelenik. Többnyire együtt jönnek, és együtt próbálkoznak azzal, hogy megadjuk magunknak, vagy megengedjük magunknak, hogy a szívünk élet örömmel töltődjön fel. Ez csak rajtunk múlik, hogy megengedjük-e magunknak, vagy nem. Vagy inkább görcsölünk tovább. Görcsölünk, szorongunk, félünk, hogy nem lesz hónap mit enni, és a hűtőládát telerakjuk dögrött csirkével alul.